tisztelt szülő, 8-os tanulók. Minden életszakasznak megvan a maga egyedisége, feladata. Most szülőként gyermekük jövőjét alapvetően meghatározó döntést kell hozniuk, döntés előtt állnak, mégpedig ez a döntés a középiskolai tanulmányok megválasztása. A Radnóti Miklós Közgazdasági Technikum közel 110 éve működik városunkban. A sok évtized alatt fiatalok ezreit készítette fel és bocsátotta útjára, elsősorban Pécs és a megye közintézményei és vállalkozásai, nagyvállalatai szakember utánpótlását biztosítva. 2015. júliusától szakmai irányítását a Baranya Megyei Szakképzési Centrum végzi. Az utóbbi években gyakran módosult elnevezése, szakközépiskolából szakgimnázium lett, ma technikumként tartják nyilván. A nevek, a szervezeti struktúra változhat a középiskola életében, de a legfontosabb dolog nem, mégpedig a küldetése. 110 éve kettős feladatot lát el ez az iskola, érettségi és szakmai vizsgára készít fel üzleti és a városunkban a 90-es évek elején úttörőként elindított informatika képzési területen. A digitális technológia megjelenésével az összes oktatott szakterületnek része a digitális alkalmazás, ezért kiemelkedő színvonalú és volumenű az azt kiszolgáló informatikai rendszer, az informatikai eszközállomány. A Radnóti falai között folyó oktató-nevelő tevékenység, a szakmai munka, az alkalmazott pedagógiai módszerek, a kompetencia és projektalapú oktatás országos elismertséget eredményezett a középiskolának. Az újonnan bevezetett szakképzési koncepciónak köszönhetően az a fiatal, aki a technikumban tanul tovább, egy időben érettségi bizonyítványhoz és technikusi oklevélhez jut az 5 év tanulmányi idő végén. A tanulmányok befejezése után lehetséges az elhelyezkedés, munkába állás vagy helyben továbbtanulás. Sőt, a felsőoktatásban továbbtanulók a szakirányú biztos tudáson túl számos előnyt élveznek. A vágyott egyetemre bejutáshoz további plusz 32 pontot visznek magukkal. Egyetemistaként pedig a középiskolában elsajátított ismeretek beszámításával kreditek gyűjthetők. Az idegen nyelvi oktatásra mindig nagy hangsúly jutott, helyben nyelvvizsga is tehető. A sikeres nyelvvizsga újabb 28 pontra váltható. Mindamellett minden tanulónk ösztöndíjban részesül, melyet havonta folyósít az állam, még a nyári szünetekben is. Ebben a rövid filmben most azt mutatjuk meg, miért szeretnek diákjaink ehhez a közösséghez tartozni, miért érzik úgy, hogy jól döntöttek, amikor bennünket választottak, milyen álmokat szeretnének megvalósítani végzettségük, szakképzettségük birtokában, és miért érzik úgy, hogy ezt veled is meg kell, hogy osszák. Anyukámék voltak igazából az elsők, akik mondták, hogy válasszam ezt az iskolát, illetve ide jártam előkészítőre, és teljes mértékben megtetszett az iskola, és ezért választottam. Nekem anyukám végzett ebben az iskolában, és talán ezen a területen kezdett el dolgozni, és ezért is gondoltam, hogy akkor én is ide szeretnék majd járni, mert nagyon tetszett, amit ő csinál most így, mint munka. Én szerintem teljesen jól döntöttem, mert megkapjuk azt a képesítést, ami majd a helyünket meg tudjuk állni így a piacon. Igazából én csak ajánlani tudom ezt az iskolát, mert nagyon szeretem, és nagyon befogadó közössége van. Igazából szinte csak pozitív tapasztalatokat szereztem, mind a szakommal, mind az itteni tanárokkal kapcsolatban. Egy nagyon összetartó csoport vagyunk így az iskolában, és ez megmutatkozik például a diák önkormányzatban is, hogy próbáljuk minél jobban a diákok kéréseit teljesíteni, és olyan hangulatot varázsolni az iskolában, ami jobbá teszi a hétköznapokat. Azért választottam ezt az iskolát, mert a nővérem is itt érettségizett, és mindig csak jót hallottam az iskoláról. A legszebb pillanataim közé pedig a kincsnap tartozik, amikor 9-dikbe jöttünk, és akkor ismertem meg az osztálytársaimat. Aztán igazából a sportéjszakák, amik nagyon kiemelkedően jók voltak. Elsősorban a barátaim ajánlásaira hivatkozva választottam ezt az iskolát, illetve még az általános iskolás tanáraim ajánlották, mivel hogy ők ismertek a legjobban, hogy mire vagyok képes, mi az, amiben nagyon jó vagyok, és ugye az elsősorban még a matematika volt, és ugye itt azt ki tudtam használni. Nagyon jól érzem magam itt.
A Radnóti Pécs legszebb lakótelepén helyezkedik el parkosított környezetben, ahol a városrészből induló szinte összes buszjárat közvetlenül az iskola előtt áll meg. Így diákjaink átszállás nélkül egyetlen járattal körülbelül 15 perc alatt eljuthatnak a vasút és buszpályaudvarra, vagy érkezhetnek meg onnan hozzánk. A vidéki irányjáratok megállója is alig egy perc sétára található. Kollégistáinknak sem kell hosszabb távot megtenniük iskolánkig, mint 100 méter. Szeretném arra biztatni önöket, benneteket, hogy válasszanak mindenképpen bennünket. Higgyék el, hogy ma is Radnótistának lenni presztízs, és az itt szerzett bizonyítvány, illetve oklevél komoly értékkel bír, mind a munkaadók, mind pedig a felsőoktatási intézmények előtt.